Hát ahhoz képest még én is kutyafasza vagyok, érted? Meg nyilván hónapok, mire felfejlődök 400-asra, mert még kurva sok szint, tehát így... meg ilyen szinten nem fogok ennyire haladni. Képzeld, Kajt, az S16-on kétszeres mágusomat egy után sikerült visszaszereznem. Pogu! Adom. Na, közben arénamestert nézzek már amúgy. Van sebességnövelésem, köszi. Csapdára van? Aha, van a csapdára és sebességnövelésem. Az jó. A 200 gomba, bassza meg. Jó, menjen meg, ki akarom szedni amúgy a fullos arénamestert. Tehát az ugye egy terv. Jó. Meddig lesz SF? Nem tudom, egy fél órát gyorsan letolom ezeket, aztán MC-zni is akarok, csak a mai napig nem csináltam a játékot, aztán már letolom, hogyha úgy van. Csak nagyon sok volt a Just Chatting, meg ilyenek, aztán csak úgy rövidbe letolom a dolgokat. Meg kíváncsi leszek, mi lesz majd péntekre, mert Black Friday event lesz majd péntektől vasárnapig. Nem tudom, mire kell számítani. Százkettesen lett meg a tükör. 75-ös vagyok a picivel. Egyetlen egy tükördarab hiányzik. Egyetlen egy, és nem fogom megtalálni szerintem egy jó ideig. 682 sextillió, köszi. Ó. Sokáig ment. Azt fasza. Mert is a végtelen fejlesztés. Ha kilépsz oda a főtérre, akkor ott a jobb sorban mi ez a démoni dolog? Itt volt annó a legendás kazamata helye. Annó, hát majdnem két héttel ezelőtt volt itt a legendás kazamatának a helye. Gondolom, ha másmilyen eventet szeretnének amúgy ide tenni, akkor majd itt lesz a portál része. Mert szerintem még fognak több mindent is, nem véletlenül lett oda helyezve például. Az albumos dolgot honnan lehet megszerezni, hanyas szinttől? 10-es szinttől a varázsboltból. Jó. Most már kevesebb, mint 2000 gombám van amúgy. Jó ideje, nem kértem amúgy a készítőktől. Most nem is csináltam nagyon sok mindent, tehát ilyen kis casual játszások voltak amúgy. Szám nem voltak most olyan dolgok kivételesen. Kazamatákba se haladok nagyon, meg olyan eventek sincsenek. Lenyomom a 20 homokórát, meg hasonló dolgok, aztán se. Mármint vettem. Ja, mármint vettem gombát persze. Igen, az nagyon fontos. Tehát mindig a gombát megvesszük. Megállás nélkül természetesen. Jó. Másik albumos dolgot, amitől villog másnak a szettje. A Grál 85-ös szinttől a drága kőbányába. És akkor kapod meg 85-ös szinttől a grált, hogyha legalább 1000 item megvan a 2200-ból. Azt a kis karival már én is ki akarom majd szedni amúgy. Atya úristen. Még 9 nap, mire megvan a kovács műhelyem. Egy horror. 7 milla. Adom. Vettek el tőlem amúgy fát. Egy olyan 40 milliót elloptak tőlem sajnos. Mondjuk tök mindegy, mert még így is bőven ugye határértéknél vagyok. Csak vissza akarom szerezni. Esélytelen, hogy ezeket be tudjam ütni. 3 milliót kapok ezért. Ez mondjuk nem a legjobb, de hát most nem tudok mit csinálni. Egyiket tudom letámadni. Talán ezt. De ezért még nem kaptam semmit sajnos. Jó. Kedvenceket meg Lau megetette nekem hajnalba, de azon kívül nem csináltam semmit. Tehát WC-be se dobtam be semmit, kockázni se kockáztam. Amúgy imádom ezt a kockadobást, olyan rohadt jó egyébként. Olyan rohadt nagy RNG faktor, hogy hihetetlen. Ups. Csak kezdek kifogyni a homokórából a nagy karakterrel. Aztán még meg akarom venni a pakkot, mert azt amúgy is akartam egyszer. Aztán majd most megteszem. Így a szilánk meg a homokóra végett. Hogyan lehet ingyen szerezni gombát? Hát gombát ingyen úgy tudsz szerezni, hogy letöltöd a Lootboy alkalmazást telefonra, vagy beírod, hogy lootboy.com gépen,
És ugye felregisztrálsz hasonlók, és olyat tudsz csinálni, hogy nyitogatsz ilyen kis pakkokat. Hogyha beadja neked az SFS kártyát, akkor tudsz szerezni 100 darab ingyen gombát, viszont az csak 10 szint alatt tudod beaktiválni, és csak egyszer tudod egy karakterre. A máshogy ingyen gomba lehetőséget csak úgy tudsz szerezni, hogyha gyűjtöd a játékon belül. Tehát nem költöd el. Köszi szépen, No Matter, köszi. Jó tanulást, ügyesem. Mert is az öt homokóra, köszi. Meh. Az baj, csak a harci mágossal dobáltam eddig egy csomó homokórát, aztán így fogyok ki a nagyból, azt 50 eurót kinek költeni. Aztán így, nincs sok kedvem hozzá, őszintén. Aztán már ennél vagyok fogyóba, sajnos. 109 darab homokórá maradt, aztán ez meg így sajnos semmi. Na mindegy. Vegyünk cuccokat, aztán dobáljam be Kovácsnak. Most nincs olyan epikus item, amit be tudnék dobni amúgy. Nem mindegyik fog szilánkot adni. Meh. Hát van 1 millió, meg ott van 20 000, de hát most sok mindent nem tudok csinálni. Ugye azt akarom, hogy a fegyvert majd fel fogom tolni ugye 10-esre. Csak ugye ahhoz meg kell 33 000 szilánk. Majd úgy lesz, hogyha majd az 50 eurósra rászánom magam majd valamikor, akkor majd a további két fejlesztést le tudom tolni 75 000-ből. Mert ugye van egy olyan achievement a gyűjtőalbumban, hogy egy tárgyat fejleszt fel 10-es szintre minimum. Aztán most a fegyverrel állok hozzá a legközelebb. Tárgyfejlesztése 10-szer. Most tudom, hogy hol van amúgy. Valahol itt kell lennie. Ja, előre mondom, december 6-án lesz egy ilyen, hogy vedd le majd a cipődet, és kaphatsz majd érte amúgy ajándékba. Tehát úgy van, hogy vedd le a cipőd, és tedd a leltárba, december 6-án 00:01-kor ne legyen rajtad. És akkor kaphatsz érte valamit. Nem tudom mit pontosan. Valószínűleg egy epikus itemet, nem tudom. Hol van a tárgyfejlesztése 10-szer? Ott van, egy tárgyfejlesztése 10-szer. Aztán ez lenne a fejlesztés, aztán már gyakorlatilag a fejlesztésem az majdnem ugyanannyi, mint a kő. Nyilván nem kétszeres értékben, de mint a kő. Tavaly nem kaptam semmit? De kéne, hogy kapjál. Hát gyakorlatilag vedd le a cipőt és tedd a lehetőséget, de szerintem az, hogy ne legyen rajtad. De hát nem az lenne a lényeg, hogy valamivel megtöltsék a cipődet, tehát így, nem tudom. Gyerekkoromban nem achievementet kaptam egyébként amiatt, hogy nem volt ott a cipő egyébként, hanem kaptam ajándékot valószínűleg. A kő kétszeresen akkorad, hogyha a fegyveredhez teszed. Azt hiszem minden kasznál így van. Aha. Tehát akkorad kétszeresen az adott kő, hogyha a fegyveredre teszed, ha nem a fegyveredre teszed, akkor csak egyszeres értéket ad. Ó. Toljuk le a küldetéseket. Adom. Várjál, leveszem nektek az asztal audiót, hogy ne idegesítse egyébként az SF-nek a háttérhangja. Nem tudom, mennyire zavar titeket, mert engem picit idegesít, azt nem tudom, hogy titeket mennyire zavar. Nem, akkor max visszakapcsolom amúgy. Mire jó amúgy, ha a küldetésnek piros a szövege? Azt csinálja, hogy kaphatsz vagy több goldot, vagy több XP-t, tehát így kettő közül valamelyiket, és hogyha piros betűs küldetésre mész, akkor dobhat be olyan szörnyeket a fogadóba, amiket alapvetően nem dobna be, de megkaphatod a gyűjtőalbumba. Mit tudom, Kazamatász szörnyeket dobhat be például, ugye portréra, és ezt megkaphatod a gyűjtőalbumba. Tehát ez a piros betűs szöveg. Ja, igen, az orgyilkost kivéve, igen. Az egy kivételes eset. Azt nem tudom, hogy hanyas szintől dobálja ezt a piros betűs küldit. Ötletem nincsen egyébként. De most eléggé sokat dobálja nekem is amúgy.
Kevesebb, mint 100 fokórán van. Lehet azt fogom csinálni majd, hogy fogok egy ilyen kis napot, aztán varázsboltból veszek egy csomó izét, homokórát. Jobban megéri, mint hogy 50 eurót költsök a játékra őszintén. Epikus item, haló? Hát tök, jó. Adom. Hát akkor epikus item. Jöhet is. Rigdak. Bebasztál volna, hogyha nem fogadtam volna el amúgy mi. Kártya jobb streamelni, mint prociról? Prociról az a baj, hogy megoszlik a dolog. Tehát proci az azért jó, mert ugye kevesebb bitráta kell a jobb minőséghez. Tehát ugye a processzorhoz a 3500-es bitráta az olyan, mint kártyán a 6000. Ami amúgy tök jó meg minden, csak ugye annyi a hátránya, hogy ugye jóval szemcsésebb lesz, hogy a kisebb bitrátára teszed, meg ugye neked tök jól fog menni a játék, meg ilyenek, ugye egy gyengébb gép esetében, viszont a nézőknek meg laggolni fog a stream. Hiába fut neked tök jól a játék, mert szarul oszlik el az egész. Ha videókártyára streamelsz, akkor meg fele-fele arányból. Tehát ugyanannyit kap a gép, mint az OBS. És így ha nekem is laggol, akkor nektek is laggol. Ugye a prociról akkor érdemes streamelni, hogyha dual PC setup-pal tolod. Azt csak azért csinálják egyébként, tehát nem azért, hogy ilyen geci menő legyen valaki, azt azért csinálják, hogy mondjad már, azt azért csinálják, hogy sokkal jobb legyen a minőség. Tehát tényleg egy quality stream esetében. Külföldi streamereknél látjátok, hogy iszonyat jó minőségbe tolják, azt általában azért, hogy egy külön gamer gép, vagy külön streamer gép azért, hogy prociról tudja tolni. Itthon semmi értelme nincsen, tehát hogy itthon annak örülnek az emberek, hogyha normálisan tudsz 60 FPS-be streamelni. Nem az, hogy még 4K minőséget produkál, meg a faszom tudja. Meg talán, aki a maximális FPS-t el akarja érni egyébként, és kompetitíven játszik, de itthon nem nagyon van ilyen, aki mellette streameli is. Szóval itthon nem nagyon van ilyen. Én például a saját részemről totál fölöslegesnek tartom. Játszok kattintós játékkal, meg Minecraft azok, tehát így... Van, aki Minecraftra is vesz egyébként dual PC setupot, mert amúgy van. Tehát például van egy külföldi streamer button, 5 monitorral tolja, 2 géppel, és nem tudom hány hangvezérléssel meg a faszom tudja, és full-time Minecraft streamer. Csak mondom. Hát, ja, és nem 1080p-be streamel, se 720-ba. Tehát, igen, kicsit érdekesen van ez megoldva. Na, eladjuk az epikus itemet? Kezdjük el. Totál fölösleges. Kettőtvenset még megtartottam volna, de mindegy. Más is használja? Streamer csak? Tehát full-time streamer. Ja, hát a vágatlan anyagot ott tárolod, persze. Bár mondjuk ezt egyszerűbben is meg tudod oldani. Végzel a streammel, letöltöd a vodot, tárolod, feltöltöd, letörlöd. Én is így csinálom, nem egy kibaszott nagy bunka amúgy. Tehát egy 6-7 órás streamet akár letöltök, mit tudom, így 10 perc alatt. Nyilván az internetnek köszönhetően. Feltöltöm, feldolgozza, letörlöm, csá. Tehát nyilván, aki vágja mellette, meg tényleg úgy foglalkozik vele, akkor tudják tárolni. De ez annyira nem jellemző. Egyébként, aki éveken keresztül tárolja az adott stream vodokat, tehát ott tényleg a nagyobb fanatikus tábor esetében van értelme csak. Itthon meg a VR-osokon kívül nincs nagyon ilyen, sőt egyáltalán nincsen. Bár nem tudom, kis egyszerű emberként nekem úgy van, hogy egy gépes setup, ugye 2 monitorra, ugye néha 3, de 2. Holnapi naptól lehet 3, egyébként még nem tudom. Mondjuk bebaszna amúgy, tehát 144 Hz-es, 21.9-es, 16.9-es pivot, tehát tudja még a fasz. Na mindegy, még nem tudom, hogy lesz. Bár még nem is biztos, hogy tudom használni, mert lába egyébként az... nem tudom még, hogy lesz. A lényeg, hogy... mondjad már. Tehát... én ugye egy gépet használok, meg egyetlen egy SSD van a gépemben, ami egy 2 terás SSD. Én azzal bőven meg vagyok, kurvára nem használom ki. De én meg csak egy ilyen kis egyszerű streamer vagyok nyilván, szóval... nyilván nálam nincs ez túl bonyolítva, nem vagyok így a
Magyarország legkvalitibb emberkéje az interneten. Jó. Jó, ott megy a keresés. Ezen kívül szerintem mindent megcsináltam ezzel a karakterrel. Jó. Te mit kaptál? Ja, igen, itt van amúgy a YouTuber pendrive. Csak mondom, az egy YouTube logó. Tehát az egy YouTube pendrive. Igen. Feliratkozók egyelő siker. Ja. Ezt meg akartam mutatni streamben, hogy van ilyen. Nekem? Mert ez egy kazamata. Ez egy kazamata kulcs. Ez egy kazamata kulcs, ez gyakorlatilag a portálnak az ányvilág részét nyitja meg, figyelj. Ez egy kazamata kulcs, és így ennyi. Ami ellen kurvára nincs esélyem, de most nem menjünk bele. Nekem alapvetően semminek, mert nem csinálok vele semmit. Á, még egy kulcs! Azt viszont adom. Ez a másik ányvilág, kurva jó. Ami ellen rohadtul nincs esélyem. Áó. Hanyas szintű amúgy? 242, 252. Uff. Hát már amennyire. Mézsnek amúgy zészlotos a... Ja. Akkor mindegy. Érdemes megvenni a kezdőcsomagot? Igen. Én javaslom egyébként, hogy vegye meg mindenki, aki tudja. Nyilván, ha nem akarsz egyáltalán a játékra költeni, akkor ne vedd meg, de tökre tudom ajánlani a játék elején, amúgy baromi hasznos. Ezt lassan beáldozhatnám egyébként. Mondjuk a székre ad goldot. Akarom boostolni az aréna mestert ennél a karakternél is, de nem akarom. Nem szabad. Az a baj, hogy erre ugye én veszek gombát erre a karakterre, ugye a fő karakterre nem én veszem, de ugye itt gyakorlatilag intézik nekem a gombát, azt nem kell ráköltenem, de Istenem, el fog venni az összes. Ugye az a helyzet, hogyha veszem a boostokat, akkor nem az van, hogy több időt kell várnom rá, mire megvan, de azt akarom, hogy csak ezt a kettőt ugye teljesen kiboostolom. Tehát így már az nagyon sokat számít, hogyha ezen gold van, meg speed. De meg gyakorlatilag abból termelem a többit. Mert ez ugye megduplázta jelenleg. Ja. Csak kapok saját kinézetet? Hát most elvileg amúgy tervben van. Mert most az van, hogy ugye decemberi jelentésben fogja írni egyébként így a magyar support, ugye, Szefan, de hogy elvileg meg fog engem említeni, meg ugye nekem van média vagy van ilyen média marketing közvetítőm ugye a cég felé, csak az a baj, hogy ez egy bizalmi alap, mert ez nem úgy működik, hogy engem lerajzolnak, meg ilyenek, meg elvileg az SF-nek a grafikusa most egy másik játékon dolgozik, szóval ez nem úgy működik, hogy fogja magát ezt lerajzol, azt beraknak, hanem tudniuk kell, hogy én nem hagyom ott a játékot egy hónap után. Tehát, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy csak én leülök, streamelek, megkapom a rajzot, aztán majd abba hagyom, amikor akarom. Szóval nyilván elvárják azt, hogy azért rendszeresen streameljem a játékot, ugye játékosokat hívjak meg, tehát embereket hívjak meg játszani, ugye saját akaratukból elkezdjék, meg ilyenek. Ami nyilván tök jól halad, meg kurva sokan elkezdték, amióta most rendszeresen streamelek SF-et, csak remélem, hogy elég leszek ehhez, így a későbbiekben. Vagy nem tudom amúgy. Most elvileg tök jól szerepelek, meg ilyenek, csak nem tudom. Ez Zsózéhoz képest azért így, nem tudom, mert ugye neki van custom portréja, ugye a segítőjének, meg Owennek, meg a segítőjének, de Owen már nem játszik. Tehát nem tudom. Örülnék neki, meg mondom, egy kibaszott nagy álmom válna valóra. Már alapvetően az SF ilyen együttműködéssel is egy kurva nagy álmom vált valóra, mert én ezt már tavaly akartam tolni. Csak hát ja, ez még sajnos idő. Várjál amúgy egy pillanat. Ember! Kösz. Ja. Csak azt néztem, hogy fejlesztem szedek-e ki drága követ amúgy. Ja. Ez a Kalmár hogy is működik? A Kalmár az azt csinálja, hogy vannak ajánlatok. Tehát van ilyen, hogy 3 napos, 7 napos boost. És azt csinálja, hogy ugye tudsz boostokat tenni az adott dologra.
Tehát, hogyha goldot teszel, akkor duplázza az adott értéket, ugye, amin jelenleg van. A speed meg arra van, hogy gyorsabban kiszed, ugye azt hiszem fel olyan gyorsan szed ki az értéket, meg ugye van még a platinum, ami után megvan mindegyikre a sebesség meg a gold, és ugye ez csak azt csinálja, hogy ne, mit tudom én, egy hét alatt szedd össze ugyanazt a mennyiséget, hanem tényleg gyorsabban. Tehát nekem fél nap alatt van meg ugyanaz az érték, mint amennyi rúnám van. Nyilván meg gyakorlatilag szarrá boostoltam az előző, vagy a nagy karakteremen, és 24 óránként ad ajánlatot. Vagy 20 óránként. Azt hiszem 20 óránként ad ajánlatot. Aztán miután megnyitod az arénamestert, akkor van 2 órád arra, hogy ezt a boostot igénybe vedd, hogyha szeretnéd. Sporulósan akarsz venni Kalmártól árut, akkor csak a WC-re érdemes venni a 2 boostot. Hát csak ezt a WC-t ugye el is kell érned. Tehát így... Ugye az a baj, hogy ő még ugye kisebb arénamester szinten van, mert nemrég kezdtem vele, de hogy itt is gyakorlatilag még meg se szereztem. Sőt, még kurva sok időm, mire megszerzem. Ott is van. Na, etessük őket. Nem a legjobban fejlesztem jelenleg, de nem tudok mit csinálni sajnos. Szarul jött ki. Na majd a DH-val fogom a legtökéletesebben fejleszteni. De így is sokkal jobban járok egyébként. Jelenleg. Ja, hát persze. Az eleje mindig döcögős egyébként ennek az arénamesternek. Amúgy elcseszni nem tudod. Pont ez a jó benne. Tehát ha bármi hülyeséget csinálsz, nem tudod elbaszni. Tehát lehetetlen. Na. Ó! Tudom fejleszteni a szívet. Aha. Akkor fejlesztük csak, köszi. Tökéletes. Peteket sajnos el lehet cseszni? Hát ezt nagyon el lehet cseszni. Tehát így erre én vagyok a legjobb példa amúgy. Sajnos vagy nem sajnos. Jó. Jó, pörgetni pörgettem. Küldiket még nem csináltam, kockázni még nem kockáztam. Még nem kockáztattam. Mert az 5 darab, köszi. Á, nem. Gombát nagy karira mikor kapok? Amikor kérek szerintem. Eddig akárhányszor kértem, nem utasították el, szóval. Aztán már vagy eddig, amióta megvan az együttműködés, kaptam olyan 16 000 gombát eddig. Tehát így. Volt már olyan, hogy ők mondták, hogy holnap küldünk, meg holnap után is küldünk. És mindig, amikor küldenek, akkor mindig plusz 3000-et kapok. Tehát így minden egyes kérelemnél mindig 3000-et adnak. Mert ugye az a maximális mennyiség, amit adhatnak. Ugye egy alkalommal. De ezt nem figyeli senki. Tehát ezt egyáltalán nem figyeli senki. Tehát nyilván az a lényeg, hogy reálisan tud akkor is használni, hogyha adják neked. Hát arra, hogy mire költsd a gombát, az teljesen a te döntésed. Most én mondhatom azt, hogy most tedd félre és ne nagyon használd, de most, hogy mondjam, tehát ha van egy esélyes kazamata, és például elsőre nem tudod beütni, de érzed azt, hogy a második ütésre sikerül, akkor például eltolhatsz egy gombát. De ez nyilván emberfüggő. Van, aki egyáltalán nem használ gombát, van, aki elkölti minden szarra, van, aki például potikat vesz belőle előre, van, aki a hátas megveszi előre, tehát annyi mindent tudsz csinálni a gombával, hogy relatíve csak akkor tudod elbaszni, hogyha folyamatosan pörgeted a kazamatát a semmire, vagy hogyha folyamatosan pörgeted a fegyver vagy varázsboltot, hogy új árut dobjon be a semmiért. Tehát, hogy gyakorlatilag csak ilyennel tudod elbaszni. Tehát tudod gyűjteni is például, hogyha akarod. Free-to-play játékosként is el tudsz helyezkedni. Tehát így annó például az volt, hogy külön volt a szekció a vásárolt gombáknak és a játékban megszerzett gombának. És a játékban megszerzett gombával például nem tudtál C-het fejleszteni, ami a vásárolt gombával lehetett csak. Tehát, hogy annó ez teljesen külön volt ez a kettő, most már egybe van. Szóval ebben a szempontból is ez egy kurva jó dolog egyébként. Tehát C-fejlesztés az egy kurva hasznos dolog egyébként, az teljesen ria. De ha vannak gombás játékosok, például nem free to play C, akkor valaki megoldja azt viszlát. Tehát van ilyen is.
Ha, jó. Ó! Ó, 25. Mondom, csak ezzel a karakterrel tudok homokórát szerezni, hát basszus 1200 homokórán van majdnem. Tehát így beteges, amit azt gyűjtök vele. Nyilván vettem egy pakkot, ugye az ezret adott, de hogy attól függetlenül ugyanúgy dobálgatja folyamat, amit nem tudok így elhasználni, mert mindig kapok újakat. Meh. Az baj. Hát így nem baj. Tehát ugye minimum 3-at ha kapsz, az is pár plusz 5-öt ad, szóval. Most meg lesz az 5, figyeld. Meh. Kicsit elhittem. De volt már olyan egyébként, hogy a homokórát, az első dobásra mind az 5 homokóra volt. És így nézem is, hogy csak elkezdem dobni, kis egy ütöm, mégis mind az 5 homokóra. És így mondom, mi a fasz? Ez pont ezzel a karakterrel volt, ha jól tudom. Vagy lehet, hogy a nagy karakterrel volt, már nem emlékszem. Lehet az úcsót elbasztam, nem figyeltem most nagyon. Jó. Vicca megvan. Toljuk le a questeket. És nem akarom túlzásba vinni őszintén, tehát itt nem tolom le a három gombásat, csak a plusz ingyen piásat, meg a homokórát, az kész. Orszarvek. Kérdőjel. Mondom, a Black Friday részét várom már amúgy, mert az tök jó lesz. Már előre tudom majd mondani az infókat, meg most elvileg rohadt sok minden be fog jönni a Black Friday-jel. Tehát én még nem tudom, hogy mi fog történni, de elvileg valami rohadt nagy durranás lesz. Lehet durvább lesz, mint a Legendary Kazamata, és így... azt a rohadt. Majd kiderül még, hogy mit akarnak. Tehát még én sem tudom, pedig már elmondhatnák. Hát nem tudok várni. 3 napig tart, péntektől vasárnapig. Tehát úgy lesz majd pont egyébként, a kurva jól meg van csinálva ugye a stream idő, mert ugye én hétfő, kedd, péntek, szombat, vasárnap streamelek, ugye kivéve a szerda csütörtök. És ugye ha szerda csütörtök nem streamelek, én péntekre már az eventekre jövök vissza vasárnapig, és így atya úristen. Konkrétan zseniális. Hát a fekete külszerzés az nagyon jó lesz, meg ugye jön új szerver, nemzetközi 45. Így egy hónapra rájön most még egy újabb szerver, és... azt viszont azok el tudják kezdeni, akik esetleg eddig vártak, hogy új szerveren tudjanak játszani teljesen a nulláról. Én nem fogok játszani a V45-ön, mert 3 karakter már így is kurva sok, 4-et meg nem akarok. Tehát én bőven meg vagyok jelenleg ezzel a 3 karakterrel. Előtte ezeket akarom kifullozni, tehát addig semmi értelmét nem látom. Jó. Szerintem meg vagyunk ezzel is. Ehe. Jó. Őt fejlesztem? Ja. Nem hagytam ki semmit, ugye? Jó. Na, kis karakter. Mit kaptunk? Nagyon jó. Ha jól láttam, DC-n hétvégén csak fekete gyémántok jönnek, meg megint mindenes event. Yep, jó lesz, már várom. Meg gomba akció, mert Black Friday. Tehát az is tökre meg fogja érni szerintem. Szavasz, Liszek, csöcső. Én például 200-as szintig mindent gombával nyomtam. Egy-két dungeonhoz volt, hogy 30-35 gomba is elment egyszerre, de egy hónapon belül megvolt a 200-as. Mostantól meg chill módban dungeonre semmi gomba, csak napi 320 kalandvágy, epic itemek shopból 50%-os A7-as és folyamatos 50%-os életerő poti. Hát, ja. Csak 30-35. Hát valaki letol egyet, aztán majd beadja. Tehát mondom, ez annyira játékos függő egyébként, szóval... Valakit például az érzékenyen érint, hogyha enterelgetek például izé kazamatában, hogy úgyse lesz meg. Amúgy ez a játék így kibaszott, hogy RNG, tehát így. De van, amikor egyáltalán nem adja be, van, amikor meg csak így szimplán beadja. Minden nélkül.
Emlékszek a mínusz 160 gombára? Hogy a picsában emlékeznék? Sajnos tudom. Sajnos nagyon jól tudom. Onyu. Onyu. Ne tessük a sompónit. Onyu. Hát három szint különbség az ennyit ad. Na mindegy. Vízpeteknél nem nyomok élő helyet? Egyes szintű mindenem. Az jó, ha nulla beleköltött pénze 500 plusz gombám van? Erre nyilván nem tudom azt mondani, hogy jó vagy nem. Ha eddig gyűjtöttél, akkor tudod, hogy mire gyűjtesz. Tehát így... Ez a teljesen lényegtelen amúgy, de amúgy tök jó, hogy tudtál várni vele. Az okodél erősebb egyesen, mint a hal. Mennyivel? Á, sokkal. Aha. Az a mehet is a fejlesztésre amúgy. Hát ez most még nem jött össze. Vár, itt is megnézem, hogy van-e ilyen amúgy. 260, 176. Aha. Mert ugye valahogy el kell kezdeni ezt. Ugye hármas szintet azt már nem tudom beverni. Annyi, hogy a sebzés, amit jóval több a csengalengel, szóval az is mehet amúgy. Aztán felfejlesztem most őt is hármasra. Négyesre. Ugye a hatost azt már fixen nem tudom beverni. Sompónival most tök jól haladok. Ugye itt meg a nyelkét kell 27-es szintig csak. Ja. Ezt fejleszthetem. Aztán így most megvagyok szerintem. Amúgy tök sok szintet ad a kedvencek, szóval amúgy érdemes csinálni. De van, ahol több millió XP-t is adhat egyébként. Nagyobb szinten. Kockázni még nem tudok, homokórán meg rohadtul nincsen, szóval kis karakterrel fogalmam sincs, hogy mit fogok most csinálni. Ó, van új tekercs viszont, várjál. Aha, van új tekercs. Melvérteket kér. Melvértem most nincsen. Jó. Másik két karaktert már megcsináltam, ugye sorba haladok a legújabb, vagy legnagyobbtól a legkisebbig. Csak most vele nem tudom, hogy mit csináljak. Ja, megtartottam egy tojást. Hihi. Mert ugye kétszer szereztem meg a szörcsit. Szerintem tök jó kis dísznek egyébként ez a kis tojás amúgy az inventorimba. Kockázni még nem tudok sajnálom, hogy a kedvencek már megvan. Annyi, hogy még nem nincs meg az első 9 kazamata. Küldetéseket ezeket toljuk le. Tükördarabot beadhatnám, mert annak rohadtul örülnék. Egyetlen egy tükördarab hiányzik csak. Szóval most megyek rá az időtartamra, amúgy hát, hogyha több kazamat el tudok tolni. Várjál, mutatom a izét, a kedvenceket. Szóval van egy ilyen kis lista, hogy hogy érdemes csinálni. Ugye ez nyilván gombászoknak szól, gombász nélkülire meg ugye plusz 5 szint mindegyikre. Úgy van, hogy a csupa fog megy fel 49-ig, utána a vérmancs 90-ig, utána a ninja 100-tól leveri az utolsót. A csengalen 90, csiripili 79, utána leveri az unikort. Sompóni 90, a nyelka csak azért 27, mert ez már sokkal jobban meg fog érni a 100-as. Ugye a következő 100-asra 20, vagy meg legyen az utolsó. Ja. Én ezt szerint akarom követni, hát ha össze fog jönni. Mert ugye most itt a kedvenceket teljesen nulláról kezdem. Aztán így, hát hogyha ez sikerülni fog ez a táblázat. Mert ugye pont azokat a kedvenceket jelzi, hogy szed ki, amelyiket nem ritka megszerezni. Tehát például itt is csak csütörtök éjjel kell, ugye itt a vérmancs, hogy péntek éjjel kell megszerezni. Itt lesz majd a csiripili, ugye, hogy csütörtökön napközbe. Tehát pont olyan kedvenceket kell itt fejleszteni, hogy leverd az utolsót, amihez nem kell évente egyszer várnod, hogy megszerezd. Tehát mindegyik pont ilyen. A Whisky is, a Dragopir, tehát ezek mind ilyenek. És ki van kalkulálva, hogy ezek pont olyan kasztal rendelkeznek, amik verik az utolsót akár pár sorral visszebb. Kit akarja a kamera? Sarkát? Onyó. Szóval itt lenne. Ez úgy van, csak is segítség, hogy
ugye itt most ugye a Sompónival azt kezdtem csinálni, hogy egyesével, így, tehát a következő ellenfél, akit bedom, az mindig a következő, aki hiányzik. Tehát, ha őt elverem, akkor a kérdőhely helyére lesz a mókasza. Itt jelzi, hogy ő a mókasza. Ugye megszerzed a következőt, akinek csak az árnyéka lesz meg. Azért az árnyéka, mert ráteszed a kurzort, akkor jelzi, hogy a tojását hol találod meg. És mindig így a következőt szerzed meg sorba. És ugye azt tudni kell, hogy a Sompóni az ugye gyengébb, mint az egyel következőbb. Ugye itt a következő, meg gyengébb, mint a következő sorban az első. Tehát így haladsz erőségi sorrendbe, de fontos, hogy milyen szint különbség. Tehát, hogy így nyilván akkor erősebb, hogyha magasabb szintet éri el. Ugye ezért van ez a taktikázás. Aztán ezt szerint próbálom most követni egyébként, mert a harci mágusnál elcsesztem az első hármat. A többi tök jó, az első hármat elcsesztem, akkor még ezt a táblázatot nem vágtam. Aztán hát, ha így ezzel összejön. Bízok benne. Mert ugye megölni meg tudod az összeset egyébként, ha megvannak ezek. Az már más kérdés, hogy a tojásokat ki tudod szedni, mert van, amit csak húsvétkor tudsz kiszedni, van, amit csak egy adott eredmény után tudsz, van, amit csak mitől péntek 13, karácsonykor, új évkor, tehát hogyha ezek nincsenek meg, akkor várni kell. Végre van áram. Pogu! Szóval így egész jó, aztán kíváncsi vagyok, hogy összejön-e. Most jelenleg a legnagyobb karakterrel most eléggé szarul haladok, tehát így most ugye mindegyik olyan utolsó megvan, ami veri az utolsót. Tehát az Ashkamanter, a Dragopir, meg a Vízkígy. Tehát ezek már ütik az utcsókat. Hát őt esélytelen, hogy elverjem, mert a következő az mindig erősebb lesz. Talán az Ashkamanter, hát hogyha veri amúgy. Esélytelen. De százas szinten ez ütni fogja őt és őt. Elvileg. A Csiripili meg a legcukibb. Hogy lehet valamilyen kurva aranyos. Pogu! Az igen. A Csiripili az gyaláz. Gyakorlatilag gyaláz. Na mindegy, aztán így kell haladni. Ninjil is majd verni fogja a kövit, csak ugye etetnem kell, aztán csak napi három szinten tud növekedni maximum. Ja. Letolhatnám itt a kedvenceket amúgy. Azért itt letolom gombáját, mert nem nagyon szoktam foglalkozni egyébként streamen kívül. Így a kedvences dolgokkal. De van, ahol megálltam, mert itt például az Ashkamanter a kövi. Ezzel meg nem verem az Ashkamanterig. Mert nem tudom leütni a 46-os szintűt egyáltalán. Aztán, hogyha a Sompónival csináltam volna, akkor le tudtam volna győzni az Ashkamanterig, amit fejlesztettem volna tovább, hogy le tudja verni az utolsót. És így elbasztam ezzel a harcvágossal, mert őt kezdtem el fejleszteni, és nem a Sompónit. És így, anyám. Na mindegy. Itt még nagyjából oké, csak túl sokáig fejlesztettem. Szóval most a gyufával haladok, utána pedig majd Dragopirra ütöm be az utcsót. Ez kicsit időigényesebb lesz sajnos. Kövi péntek 13 az augusztus 21. 2021 augusztus. Ja. Várjál, augusztus. augusztus 21! Péntek 13, augusztus 21! Yikes! 2021 augusztusa. Jézusom, na nyugi. Látszik, hogy valami nem oké ma velem. Hát mikor lesz ugye, tehát szilveszterkor lesz ugye december 13. Azt hiszem. Ahogy a mém is tartja. Meh. Emberek, akik fodrászhoz mennek. Emberek, akik geci igénytelenek. Most kivételesen nem az vagyok. Köszi szépen a szabot! Input lag. Kösz szépen a 10. hónapot. Nagyon szépen köszönöm. Ütköztünk újra. Köszi a támogatást. Köszi, köszi, köszi. Köszi, köszi. Ahogy nézem, én is csak nyelkénél rontottam eddig el, hogy túlfejlesztettem. Yep. Én most próbálom ezt majd lehető legtökéletesebben megcsinálni. Meg addig nem tervezek gombát venni, amíg nem érem el ezzel a 120-as szintet, mert akkor már tudom majd az 500-as pakkot venni. Csak az még sok idő, sajnos. Zecuba az meg 128-as.
Melyik gombázik az a köcsög amúgy? Ne idegesítsél már. Gondolom sokat. Szavasz Loki, hili hali hali hó, szia. Nézd meg engem. Te mi vagy amúgy tisztviselő? Ezt megkérdezhetném. Zetsu egy büdös függő. Nem is értem. Hát most én meg nem tudok mit csinálni ezzel a karakterrel, maximum lopkodok homokórát. Rossz hely. Hülye vagy? Ó, goldért! Elnézést, köszi szépen, loptam, köszike. Azt is beadhattad volna goldért. Az nem gold. Na jó, van. Na jó. Mi a fene? Ott is van. Ez kellett. Aztán, amíg nincsen pakka, addig ezt így csóróban meg kell oldani. Aztán goldért adja. Jó. Amúgy eddig az volt a rekordom amúgy. Ezt mindig meg akartam csinálni, sima szerverem. Majd egyszer megcsinálom, hogy... Ugye mindig az új áru pörgetésnél eddig a rekord az, hogy 4 darab szárnyas poti volt itt egyébként a 6-ból. Milyen rohadt menő lenne, hogy mind a 6 szárnyas poti lenne. Köszönöm. Most azért én nem költök 15 gombát. Megoldom majd sima itemmel, azt csókolom. Három ugyanolyan nagy potit? Az is kurva jó amúgy. Meh. Na jó van, hagyjuk abba. Vegyed te függő, de hogy veszem? Mind a 6 goldért lenne? Na az mit menne? Mindegy, most van 100 napra elegendő potim, van most 17 napra szárnyas potim, tökéletes. Kiskarival most ez meg, lesz egy ideig. Ja, Istenem. Miért nem várok amúgy hétvégig a polt pörgetésre? Csak homokórát akartam szerezni. Tojás miért nem rakom a gyűjtőbe? Azért, mert ez az izének a tojása, a szörcsinek. És kétszer kiszedtem. Tehát kétszer kiszedtem a tojást. A search-nek is ott marad. Mert ugye ott jelzi egyébként, hogy azt nyitnák ki, de az már megvan. Nem akarom eladni. Hát ritkaság. Gyakorlatilag ott marad az inventorimban, ameddig akarom egy tojás. Hát milyen menő már. Csak idegesítő, hogy mindig villog amúgy a kedvences dolog. Ha ráhúzod, eltűnik. De nem akarom, hogy eltűnjön, az a lényeg. Tudom, hogy ha ráhúzom, eltűnik. C-ben van hely? Jelenleg nincsen. De nincsenek is inaktív játékosok, az a vicc. Tehát nagyon nem kell kirúgni embereket. Aminek amúgy rohadtul örülök. Armando már 2 napja nem lépett be. És kölyök a legnagyobb szintű játékosunkat kéne kibaszni? Na majd kiderül. 2 napja már nincsen bent. Mondjuk Zetsu amilyen hülye lassan beírja egyébként 143-ast, bónusz miatt kell, mert neki van a legnagyobb lovagok csarnoka jelenleg. De hát az is kérdés, hogy fogja elfejleszteni persze. Amúgy a gyűjtőalbummal hogy haladnak? 71%, 63. 42%-kal vagyok amúgy. Elég szarul megy. Micsoda medve állarc. Ez igen. Nagyon megy, amúgy Lau is halad amúgy rendesen. Szokottam úgy esefezni, amikor én néha észre se veszem. Most is reggel tolta például. Jól halad egyébként. Csak néztem, hogy ami nem slotos item, azokat lehet, hogy el kéne adnia. De amúgy jól halad. Jól megy neki. Ha megvan a torony kazamat, akkor hon állokolhatom a kockadobást? Elvileg már akkor be kéne, hogy adja. Ugye a toronnyal, meg a
meg a petekkel már be kéne, hogy adja. Ugye itt rákattint azt a csávóra, akkor beadja. Vagy itt van egyébként a kockadobós. Ha nincs, akkor keresek másik fórumot, mert akkor lehet, hogy nem az a nyitása. De elvileg szerintem az, de majd kiderül. Nem tudom, hogy kiket kéne támadni. Meg én most azt akarom csinálni egyébként, hogy ki akarom szedni a 85-ös szintet, és hogyha megvan az 1000 dolog a gyűjtőalbumba, akkor kiszedem a grált. Mert most így, érted, az a sokkal egyszerűbb lenne, hogy már csak ugye 60, 68 dolog kell egyébként a gyűjtőalbumból, az megvan egyébként a 85-ös, akkor kiszedem a grált. De hogy így... Szent grál, ami miatt villog az adott item, hogyha nincs meg a gyűjtőalbumba. És addigra még kéne 68 item, az még sok. Mert már ahhoz meg már közel vagyok, csak... Na. Kérdéses. Kicsit kérdéses még a dolog. Hogy nem játékfelvételem vagyok. De grál nélkül úgy, hogy crawlerozzal? Mert nem mindegy. Kockadobás, az két követelmény van, petek, feloldás és torony. Igen. Tehát ezt én is így mondtam eddig, csak azt hittem, hogy rossz infót mondtam. Tűkördarab! 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 Tükör! Nem fogja beadni amúgy. Nem fogja beadni. Tehát így egyetlen egy hiányzik már csak. Tehát ott az a kis pici. És így, nem tudom, zup neked már megvan? Nem fogja ezt a forst beadni amúgy. Ó, Isten. Ugye melvértet kér. Akkor nem. Na, amikor az jogos kverti. 58-on már megvolt. Az összes gyűjtő, vagy az összes tükördarab? Akkor csak én vagyok ilyen kibaszott szerencsétlen, hogy nem adja be. Akkor csak én vagyok ilyen iszonyatosan szerencsétlen, hogy nem akarja beadni. Most is valamikor szereztem meg a felső részt, azt is egy 5-6 szintig nem dobta be. Mi? Nem pénzt teszel rá, az városőr. Tehát így, az nem pénz, tehát nem pénzt adsz rá, hanem egy adott óra mennyiséget városőrözöl. És ha 3 óra eltett például, ugye max 10 órát tudsz egy nap, akkor kapsz pénzt. Hogyha letelik az a városőr. Ugye alközben nem tudsz fogadózni. Tükördarab az 50-es szint, hogy beadhatja a fogadóba, de nekem azóta nem dobálja be. Rendesen. Az elején még tök jól dobáltad, aztán meg egyre lassabban, az meg egy elég szar volt. Úgy akartam is említeni, hogy Dara újra streamel. Látom, hogy Dara szebb vagy. Vagy nem egy nap 10 órát, de hogy a maximális időtartam 10 óra, bocs. Én nagyobb szinten meg se éri egyébként, tehát így... Gold Eventnél kaptam a nagykarival 34 milliót, az 3 quest. Tehát így... Nem tudom. Hát TP-re szerintem 156-osom. Két pont most néztünk egy grafikont egyébként valamelyik nap. Valaki küldte. Alapvetően az lenne a játékszabály, hogy 393-as szintig amúgy TP-re mész. Itt a grafikon egyébként. Most így bárki bármit mond egyébként, de... Ez kicsit más. Mert ugye az úgy van, hogy... Ugye 393-as szintig, ugye? Tehát 393-as szint után minden egyes szint... Vagy minden egyes szinthez, tehát másfél milliárd XP kell. Ugye? Tehát 1 milliárd 500 millió XP kell 393-as szinttől a végtelenség. Az ugye a maximális XP, amennyit kér a játék. Ja, 392-esen még nem. És idáig éri meg XP-zni, mert
mert lejjebb már, tehát minél nagyobb szinten vagy, annál kevesebb XP-t kapsz, de annál több goldot a fogadóba. És ez olyan hülyén van megcsinálva, de nem tudom. Legalább fele annyi goldot adna egyébként, mint TP-t. 393, és menne fel jóval nagyobbra. Mert amint látod például, 300-as szinten ennyi a gold, és ennyi az XP. Tehát így, az nem egy kicsit nagy különbség? Tehát így, ez nem egy kicsit nagy különbség? Azt szerintem de. Szóval így, nem tudom. Elég érdekes igazából. Na mondjuk kétszer volt már permázva emberünk. No mindegy. Szia bátya, jó a stream, szia zup. Jó vidas kurva anyád, te faszfóta élettelen gecsi, hogy 20 évesen minecraftozok. Hát most jelenleg nem minecraftozok, de ja. Maradjunk annyiba, hogy legalább tudod a játékokat. Ó, Isten, valakinek amúgy erre van így ideje. Kajak. Neked nem mindegy, mi a faszommal játszok amúgy? Jézusom. De néztem a válaszodat amúgy. Csak nem olvastam fel. Jézusom. Hát tiszta szégyen vagyok amúgy. Ja, Isten. Ha ennyi időm lenne basszus, mint a hány emberiként szitkozódik egyeseknek. Imádnám magamat. Van még ilyen ember? Hogy a faszomban lenne? Várjál csak. Mondjuk ellentétes kasztút kéne keresnem amúgy, annak lenne értelme. Be. Hát küldetéseket letolhatom, de hát így. Nem biztos, hogy találok egyébként üvegszilánknak valót. A kis időtartamot alapvetően nem skippelném, de hogy így. Dobmál be azt a retkes tükördarabot. Á, Istenem. Tiszta szomorú. Szerintem még egy jó pár szintig nem fogja beadni. Tuti 100-as szintnél fogja. Beküldtem DC a nulla lelkes jutalmat. Lobby. De miért lobbyba? Ott van az SF szoba. Nyertél nulla lelket. Gyűjtsd be a jutalmat, vagy választ ki a kockákat, amit megtartál és dobd újra. Gondolom bagos volt. Jó, hogy nem volt alvilágod! Ja! Ja, hogy azért már nem volt megnyitva? Ja, hogy ja. Na, az mondjuk vicci. Fasza. Egyébként SF-es dolgokat létszik, a lobbyba küldjetek, hanem SF szobába. Nem azért van külön kategorizálva. Global Trotter küldetést. Hogy mit? Milyen küldetést? Várjál. Ja, világjáró? Ja nem, nincs meg. Azt hiszem ezen a Karim megvan. Ja, kis Karim még nincs meg. Azzal még nem foglalkoztam. Ugye ott az a lényeg, hogy minden világot járjál be. Egy nap alatt. Ugye az nem úgy van, hogy a küldetés nevek, ugye, hanem a árnyék, dzsungel, ilyenek, és akkor azt külön kell jelezned. Vagy külön kell jegyzetelned, hogy hol jártál eddig. Énként ezt 300 kalandvágyból meg tudod csinálni elsőre is. Vagy 320-ból meg tudod elsőre is csinálni. Valamelyik nap megcsinálom amúgy. Miért ne alapom? De én úgy tudom, hogy a harci mágusnál teljesen random adta ezt be. Szóval így... Azt tudom, hogy ott például nem csináltam semmit ahhoz, hogy beadja. Szia bátya, bocsi, anyukám bejött és nagyon izgultam. De akkor egy elfaszom valamúgy. Jézusom. Ilyen amúgy van. Bejött anyukám és nagyon izgultam. Te felizgultál édesanyádra? Még családban marad egyébként. Jézus Isten. Én is értem. Én szeretem édesanyámat, de nem áll fel rá a faszom. Tehát így, már most nem azért, de érted.
Sem, nem rosszból, meg ilyenek, tehát nem akarok szemét lenni, meg hasonlók. Egy kis PC családbarát ember akarok lenni, de hát... Bocsánat, ilyen faszok miatt nem megy, bocsi. Ja, mi? Micsoda? Ki mondta ezt? Tehát nem tudom, az olyan gamer vagyok, mint Kulcsár Edina jelzőre, mehetne az, hogy olyan családbarát vagyok, mint Zsozé atya, tehát így gyakorlatilag mind a kettő egy kurva nagy igazság. Ja, Istenem. Feldrítő mágus ellen soha se tér ki? Nem. Tehát vannak bizonyos dolgok, amik ütik egymást, szóval így, ugye például harci mágusnak van egy ilyen bágikus labdalövése. Ugye a mage az kitér előle, tehát ugye a mágikus labdát nem tudod belelőni. A harcos nem tud védekezni a mágus ellen, mert mágikus támadás ellen nem tud használni a pajzsot, se kitérni nem tudsz előle. Fú, mi van még? Meg ugyanúgy druidnál sem tudod ezt. Meg ilyenek. Azt hiszem ezek ütik egymást csak. Szevasz Windows! Szevasz Windows! Lehet tudni, barna hajó Norbi? Mi a fasz? Én vagyok. Élsz még? Szevasz Windows! Hallod Windows? Ha már itt vagy, én annyira szeretlek téged, hogy az a pajzs nekem hiányzik. Szóval nem bánod, megöllek. Csak azért, mert itt vagy. Hogy miért ne alapon? Tehát így... Ha nem bánod, persze, tehát... Figyelj, tehát... Barátom vagy SF-be, láttam, hogy villog a pajzs, vártam azt a napot, hogy felgyere streambe, hogy meg tudjalak támadni, mint köszönés, tehát... Tényleg vártam ezt a napot, tehát egy kicsit sok idő volt, de hát... Másfél hónap után eljött ez az idő. Tűkör darab. Nem, ez még mindig nem tükördarab. Tükördarab. Nem fogja beadni ezt a fost. Elég szomorú. Tükördarab. Nem adja be amúgy. Mindegy, elpazarlom a homokórákat meg ilyenek, de... Hát, hogyha beadná, de nem nagyon szeretné. Legalább streambe. Legalább streambe ne legyél ekkora geci. Ja, Istenem. És ez még egy rossz fegyver is ráadásul. Utál ez a játék. Próbálok a legkevesebb időtartamra menni, hát így a több küldetés közben amúgy beadná. Nem nagyon. Nem nagyon. Na mindegy. Ügyesség 136. Ez jó lenne, ha lenne hozzá kövem. Hanya szinten kapom a gyűjtő segítő cuccost? A gyűjtő albumot? 10-es szinten. Olyan veled Windows? Jól megy, holnapra nem kell tanulni, aztán bejöttem már egy kicsit. De Windows, te indapi szinten tanulsz, hogy így nem tudsz amúgy feljárni Twitchre, meg itt sehova? Tehát így. Nem is értem. Te ilyen tanuló lélek vagy? Mármint így nem voltál itt hónapok óta, ezt te megutáltál. Azt mondom, hogy Windows megutált. Bárcsak én is ilyen lennék, bárcsak én is ilyen lettem volna, aztán nem végeztem volna úgy, mint most, tehát így, csak nézd rám. Itt ülök a gép előtt, aztán csak beszélek hülyeségeket, aztán még pénzelnek is mellett, tehát mekkora gáz. Lehettem volna felelősség teljes a felnőtt. Azt ehelyett árulom a testemet az internet, azt még izé. Ja. Szarjegyeket kaptam az elején, aztán kicsit rászedtem magam tanulásra. De mennyire? Mennyivel lettek másabb a jegyeid? Áó. Kettes a cél. Ja, hogy ennyire szar, vagy mi? Fiam, megy a tanulás, barátnő van-e már? Amúgy tőlem soha nem kérdezték ezt. Szerintem annak örültek szerintem a családtagjaim, hogy izé... Hogy így nem fiút hozok haza. Igen, nálunk nem nagyon... Tehát, hogy mondjam, szóval... Nem azt, hogy nálunk, hanem...
szüleim, nagyszüleim, hát tudjátok, nem nagyon szeretik a másokat. Maradjunk ennyibe. Szóval sokáig reménykedtek egyébként, hogy majd egyszer felhozok egy lányt, meg ilyenek. Boomerek? Yep. Nővérem már kajak azt hitte baznak, hogy meleg vagyok. Csak azért, mert hogy nem hozok fel valakit. Minek hozzak fel valakit amúgy a lakásba, hogy bemutassam valakinek, vagy anyámnak, vagy pár családtagomnak, aztán két hónap múlva szakítok vele. Tehát ennek amúgy mi a faszom értelme van? Tehát sose láttam értelmét amúgy. Tehát, mert ha lenne, akkor most mi lenne? Mivel lenne másabb az életem? Nyilván van pár kapcsolatom, érted? Csak hogyha akkor lett volna, akkor így mivel lett volna másabb a dolog? Érted? Csak azért, mert ázsiai vagy? Mi a fasz? Éve első hónapjában már volt, vagy 3-1-esem. Windows-ba aznek tanuljál. Én biszex vagyok, és nem tudom, hogy mit gondolnak a szüleim, mert nem coming out voltam. Szerintem, hogy mondjam, szóval, ha majd mondod azt, hogy hát figyeljetek, anyu, apu, coming out-olok. Csak nem az lesz először, hogy úristen, úristen, most akkor biszex vagy leszbikus, hanem hogy hallod, lányom, mondd már, mi az a coming out először. És akkor elmondod azt, hogy ez egy cipőmárka, és akkor ha azt mondják, hogy ó, hát ez tök jó, elfogadom, akkor onnantól kezdve megvan oldva, mert akkor azt mondod, hogy coming out voltál, elfogadtak azt, akkor most nem mondhatják azt, hogy kitagadom, mert azt mondod, hogy hát bazd meg, elfogadtátok az előbb, akkor most mi van? Ezt kell csinálni. Tehát szerintem ne gondol túl a dolgokat, mert ők túl fogják. Én nem tudom, nekem majd, hogyha lesz pulyám, leszarom, hogy ez vagyok magas IQ play? Yep. Én amúgy... én mondjuk leszarom, hogyha majd a gyerekem amúgy, mit tudom, meleg lesz, vagy biszexuális, engem nem érdekel, hogy fiút hoz haza például a fiam, vagy lányt hoz haza a lányom. Az a lényeg, hogy egészséges legyen, meg biztonságban legyen, meg gyakorlatilag olyan ember mellett élje az életét, aki nem bassza át folyamat. Mert így, az mennyivel jobb, hogy van egy hetero párkapcsolatod, az gyakorlatilag havi szinten keresel új embert azért, hogy ne basszák át a fejedet. Tehát így, engem az érdekel, hogy ne bassza át a gyerekemet valaki, meg legyen biztonságban. Tehát, meg mi szerintem már sokkal jobban el fogjuk ezt fogadni, hogy van másság, mint a szüleink. De hát nyilván, mi ilyen világban élünk, ők meg másmilyen világban éltek, tehát így, nem tudom. Ez egy ilyen dolog. Tehát így, mit tudom, hogyha lesz fiam és meleg lesz, akkor az se úgy fog történni, hogy észrevesz, tehát meg fogja mondani, hogy ő meleg, aztán innentől kezdve azt látom, hogy a szobájában műfaszba ül bele. Tehát ez nem így működik. Ez soha nem is így működött. Tehát, érted? Meg a lányomnak olló készlete lesz. Tehát így, ez egyáltalán nem így megy. Hát, elszomorító, csak... Na, nem várhatod el, mert mondom, tehát... Nem volt gyakori az ő korukban. Tehát így, ez egyre egyszerű. Én úgy gondolom szerintem, hogyha te komolyan hozzáállsz ez a helyzet, és nem csak azt mondod, hogy hát nem is nem fogod el egy fiú se, ezért most izé, most a lányokat is szeretem, akkor nyilván, hogyha így adod elő, akkor a szülő nyilván nem fog téged komolyan venni. Szerintem, hogyha komolyan adod elő egyébként a szüleidnek, akkor onnantól kezdve nem úgy fogtok beszélni, hogy gyerek és szülő, hanem felnőtt és felnőtt ember. Tehát így, nem tudom. Tehát, hogyha... Szóval így, szerintem, hogyha komolyan előadod, és elmondod, hogy ténylegesen, akkor szerintem komolyan meg fogják érteni. Csak nem lesz az, hogy kibasszunk a házból. Tehát így, nem tudom. Meleg vagyok otthon, teljesen elfogadták, volt egy kis mosolyszünet a szülőkkel, de most már minden rendben. Mondom, tehát attól függetlenül, hogy nem élték ugyanazt a világot, mint mi, nyilván. Nem várhatjuk el, hogy egyből fogadják el azt, hogy van valami más is egyébként. Főleg, hogyha nem úgy tervezték egyébként az életüket. Akár. De az nem azt jelenti, hogy egy szülő sem elfogadó. Mert szerintem de. Kibaszni a gyereketet otthonról? Vircsemp. Kibaszott vircsemp. Hát elfogadni, alkalmazkodni, de hát most ezt bemesélheted egyébként egy bármilyen, mit tudom én, boomer embernek. Úgyis azt fogja mondani, hogy mi halálos ellenségek vagyunk, Osváth Zsolt. És így... Geci amúgy.
A Herbal Reality rakott ki egy ilyen videót valamelyik nap egyébként, hogy most így nagy szarba vagyunk egyébként. Aztán az ilyen bevágás, meg hasonló dolgok egyébként, egy kicsit így elgondolkoztatja az embert. Aztán kiderül, hogy mi lesz. Hát érted, nyilván lehet véleményed, hogy nem annyira fogadod el, csak ne ítéld el, szerintem. Nincs miért. Hát de szerintem ennyi idősen már csak kiismerted a szüleidet, hogy most elfogadják az újabb helyzeteket, vagy sem. Tehát így, nem tudom. Tehát nem tudom, én ha majd szülő leszek, szerintem majd úgy fogok hozzáállni amúgy is, hogy ha a fiam azt mondja, hogy meleg, vagy a lányom azt mondja, hogy meleg esetleg. Figyelj! Tehát alapvetően ugyanúgy a négy fal közt fogjátok ezt csinálni. Nem ott, ahol mi vagyunk. Tehát, hogy nyilván nem az lesz, hogy meg fogjátok kúrni magatokat egyébként, izé. Ezt még akkor se fogadnám el, hogyha heteró pár ott lenne egyébként a fiam meg a fiam meg a párja, vagy a lányom meg a párja, és gyakorlatilag itt a szemem láttára kúrnák egymást. Azt se fogadnám el, mert takarítok már a saját szobátokba. Tehát így ez minden egyes részre egyébként ugyanúgy igaz. Tehát így, nem tudom. Jó, de van nevelőanyád, meg 3 év. Tehát nem az életed és az édesanyád, érted? Nekem tetszene? Elnézést? Mi a fasz? Üdv Miskolcon, vagy mi? Nem lennél jó indiai? Welcome to my new video. Hello, friends. Jaj, Istenem. Beszállna? Jézus. Ez így megy, Dorci, amúgy? Olyan Miskolcot kapsz már te. Bocs már. Üveg darab. Na jó, egyébként még baszakodok egy-két homokórával. Szemkép. Elnézést? Az mi? Az szép. Ilyet még nem láttam. Hát ez egy 12 nap. Nem sok amúgy. Azt véletlenül elpörgettem. Na, a potik miatt már amúgy meg is éri egyébként ez, mert onnantól nem kell baszakodnom a potikkal egy jó ideig. Most negyed évig nem kell foglalkozni, vagy egyharmad évig nem kell foglalkoznom most a izével. A potikkal. Ideig úgy se jár, levágod. Még jobban elbassza a gombáját? Szarok rá, amúgy az a baj, hogy nincs homokórem, és ilyenkor annyira megnehezíti a kis karakteremmel a való játszás, hogyha streamelek. Ugye a többi két karakterem még könnyű, mert ott vannak a homokórák, megcsinálom a questet, azt csá. És ezzel nyilván jóval nehezebb sajnos. Ugye a pakkok erre amúgy kurva jók, de hát... ja. Mindig van benne egy picit de. Kösz! Ezt már végig várom. Páli lapot és fél évre meg van oldva. Yep. Lehet, hogy a poti tovább megmarad, mint én. Lehet, hogy a poti tényleg tovább megmarad, mint én. Tehát így. Ez bárkire igaz, szerintem. Ez bárkinél igaz amúgy. Meh. Mi? Szép vagy te is. Mizu? Semmi. Rosszul érzed magad? Mi miatt? Nem. Na miért? Palacsinta miatt? Nem. Ha nem? Nem. Na mert miért? Nem. Na mert miért? Na mondjad miért? Gyere ide! Na mi van? Szép vagy. Palacsinta. Kiszámítható volt. Nem, egyébként amiatt, amit írtam. Ja. És most jobb? És most jobb amúgy? A fene. De,
Na. Péntekig 100-as szint alatt akarok maradni, mert a játék nagyon nem akarja napokat. Nem szeretnék csak úgy kihagyni. Á, jó lesz az amúgy. A Black Friday amúgy így nagyon nagyot fog menni. Mekkora combo emote? Ez az arra van? Az arra lett kitalálva amúgy. Én meg már a 100-as szintet szeretném minél gyorsabban elérni, de hát... Nem lehet mindent megcsinálni egyszerre. De tudod, hogy mivel lehetne gyorsabban ugye a haladásom? Egy jó öreg tükördarabbal, hogyha a kettő közül valamelyik beadná, akkor elég jó lenne. De hát látod, hogy nem sok esélyem van. A faszomat. 100-ig? Ja, 100-as szintig a pak. Ja, hát a kövi az majd 125-ös szinttől lesz elérhető, ugye? Tudod már milyen kombó lesz hétvégén? Mármint így az eventtel kapcsolatban? Ötletem nincs, mert még nem mondták el. Tükör az azt teszi, hogy fogadó közben tudok arénázni, meg kazamatázni, meg városőr közben tudok arénázni, meg kazamatázni. Csak nem szeretné beadni. Mi ez a kedvenc? Kit érdekel? Csak fogom fejleszteni. Nekem tükördarabot adjál. Ré! Nem fogja beadni. Egye ki a játék. Bam. Hát ha beadja. Ennyi a világjáró. Azt sem néztem, miket tolok. Kit érdekel? Jaj, opa. Egyébként mondom, csak 300 kaland vagy 100-al nyilván nehéz megoldani. Sőt, szerintem egyáltalán nem lehet amúgy. Na, ezután most már jöhetne egy tükördarab amúgy. Egy jó öreg tükördarabot adjál már, léci. Most mi vagy ilyen? Fogjunk, bedob 3 darab 10 perces questet. Hát mondjuk majdnem. Istenem, de utálom. Az mondjuk jó, azt tarthatnám. Ügyesség 136 és 136. Ezeket tarthatnám, mert kapok követ, akkor esetleg használnám. És már cserélném vissza egyébként. Még mindig utazol, amíg dolgozik utazás közben nem tudsz megtámadni játékost. Faszom, na emiatt kéne az utolsó tükördarab amúgy. És egyen valaki tud jó céhet? Én nem játszok es egyen, szóval sajnos nem. Az arénába az idol game-et érdemes tolni? Hát az azt csinálja egyébként, hogy... ugye az arénamester, hogy minél több rúnád van, annál több bónuszt kaphatsz amúgy az itemekre. Például van itt egy rúnás item, feljavított tárgyminőség plusz 2. Tehát mindenre ad valamit, csak attól függ, hogy mekkora a rúna mennyiséged. Tehát ezt amúgy iszonyatosan érdemes tolni. Tehát amúgy tényleg érdemes tolni. Nyilván nagyobb szinten jobban fog pörögni. De hát kérdéses. Attól függ, hogy hanyas szintű vagy nyilván. Én most például elsatlan a top 1-es C-re pályázok, csak... tele vannak. Nem, nincsenek tele. Danika, 260 meghívott. 360-as vagyok, ri! Azonnal. Szia. Látom, hogy van egy szabad helyetek, és egy 260-as játékost hívtatok. Remélem a 100 szint plusz az picit kedvezőbb lesz. Előre is, köszi. Üdv, Norbi. Bam. Kösz. Adjad ide, azonnal. 260-asat meghívni? Mit csinál az? Tehenet fej? Vagy mi a fasz? Danika 2008. Az meg Windy is lehetne amúgy. Hát kihívom arénára. Mi van, Csira? Hallod? Kell. Kell az a rohadt hely a top 1 C-hez. Köszi. Ám azért a 2 forintért, de hogy miért akarja ezt valaki? Felrúgtam a 2008-as gyereket a holdra. Bazd meg. Bár mondjuk az a baj, hogy mondjuk itt vannak ahogy inaktív játékosaik is, és így írta a srác, hogy hát egy szabad hely, vagy ha lesz szabad hely, meg így nem lesz inaktív játékos, akkor tök jó, de embert, inaktív az emberünk. Itt Rottert basszátok már ki, megtámadom őt is. Ember, mit akarsz?
sokkal életképesek, sokkal életképesebb lennék az árt osztályon. 100%-os album? Merre? Hol látsz 100%-os albumot? Ott! 4.45-ösön, 100%. De az úgy 100%, hogy egy darab még hiányzik neki. Ja, bár mi? Egy darabban több, mint a maximális? Ilyen létezik. A 2200-ból 2201. Elnézést? Azt hogy? De a legát nem számítja bele a gyűjtőalbumba. Az hiába van a gyűjtőalbumba, azt nem számítja hozzá. Tehát így... Az hogy a picsába? Az lol, az hogy? Várjál már. Nézzek itt egy 100%-osat, úgyis találok a top 1-nél. ...2202 a 2200-ból. Szerintem csak nem frissítettek rá egy-két dologra amúgy. Sárkány idomár. Ja, te vagy az árt osztályon. Top 59. Adj már meghívót? Top mennyi vagy amúgy? Top 24. Leszarom. Te is egy fos vagy, mindjárt megtámadlak. El fog verni, mint a szar, csak mondom. Ó, Istenem. Valami bug lehet? De miféle bug? Hát nekem hiányzik amúgy... hát ugye egy pár cuccom. Egy olyan 85 cuccom hiányzik még egyébként, de... Nem tudom. Ugye az eredményeket nem számítja bele, a legendás itemeket nem számítja bele. Ugye ezeket, ezt az ötöt számolja. De hogy így, szerintem a szörnyek olyanok. Wait! Ja, hogy a gyűjtőalbumba ez beleszámít. Miért is? Ne basz már. Ja, akkor Zsozé benne lehet a gyűjtőalbumomba. Tök jó. Akkor Zsozé benne lehet a gyűjtőalbumomba. Egy olyan 500-as szinten majd, mert verhetetlen az ember. De másfél milliókat sebez amúgy az árnyvilágba. Vagyis, bocsánat, coce, mert a németek így mondják, amúgy, hogy coce. Ugyebár. Ja, milliárd, bocsánat, igen. Ja, milliárdokat, lehet milliót mondtam, bocs. Szóval így elég nagyot rád durrogtad. Meh. Na jó. Kéne, hogy MC-zni is, de hogy így már 6 óra, meg ilyenek. Még vacsorát is kell csinálni itthon, meg tököm tudja. Ó, Istenem. Az a baj, hogy mindig nem terveztem el azt, hogy mit csinálják a mai nap MC-be. Szóval 4 órája streamelek, de hogy a világomról nem tudok. Ja, Dorzer, szoktam Dorzert nézni, azt mondta, hogy coce, én meg így mondom, he. Szoktam követni, izét nézem, ugye Dorzert nézem, meg Demkót. De Demon Code, bocsánat. Ja. De egyiket se értem, de legalább nézem. Hol volt Zsozé? Ott volt Zsozé. Szerintem az egyik legnézettebb videója is, mert benne volt a Zsozé portja, aztán azért kapott most több megtekintést erre. De eltaláltam. És tényleg. Full plat az arénája? Igen, mert ugye a platot azt akkor kapod meg. Én is ki akarom szedni a platot. Egyébként ez is érdekes, mert ugye úgy van, hogy ugye akkor kapsz plat lehetőségeket, hogyha a speed boostod és a gold bónuszod mindegyikhez megvan. Ugye nekem úgy van, hogy 4-hez kell még speed bónusz, és 2-höz kell még gold. Az fejenként 200 gomba. Szóval így, az még 200 gomba fejenként, tehát a 200 szoroz meg 6-tal, szóval az még kurva sok, és utána adhatja be a platokat darabja 100 gombáért. Tehát miután 200-ért kigyűjtesz mindent, a platók egyesével 100 gomba. Nem most a... Most a csapdára raktam speed boostot. Székre tudtam volna, meg a csapdára. Mert ugye akkor adja be a platokat, a plat az csak azt csinálja, hogy a goldos mennyiséget megduplázza. Szóval nekem az egy szeptilliómat 2 szeptillióra emelni. Ennyi.
Mert ugye azért akarom kifullozni az arénamestert, hogy megmutassam, hogy milyen a maximális véglet. Meg nekem megéri, mert kibaszottul ingyen vannak a gombák. Ugye ezen a karakterem persze. Aztán így miért ne alapom. A többivel picit érdekesebb lesz, de megcsinálom amúgy. Mit ingyen veszed? Ja, hát... Na, szóval Cocce, várjál? Ezt lenévítom. Erstmal, wenn wir hier uns, ja, wer uns gegenüber steht. Und zwar ist das der Zotze. Zotze. Guten Tag. Mit der Brille, der Zotze mit... Hát, elég nagy Zotze a Zotze. ...der Brille. Was haben wir hier? Das ist ein... Nézd meg, korákat rád ver. 880 milla. Aber másfél milliárd. Hat der Ram gerade so viel Schaden gemacht? Hát, ja, elég nagy a trád, basz. Amúgy kapott egy felmosó rongy fegyvert. Nem értek németül, de hogy így a... Ja. Yeah. Felmossa mindenkivel a padlót. De nem is ő a legnagyobb boss egyébként. Tehát így az a vicc. Ja, valami 16-os szinten van egyébként. Fun fact, nekünk volt a legnagyobb papírpénzünk egy sextillion mennyiséggel. Mármint? Mármint itthon, csak úgy alapvetően? Partnerek kapnak egy boss-t? Hát nem kapnak, mert hogy mondjam, szóval itt a youtuber kazamatánál azok, akik ugye tartalom gyártok, és van custom profilképük. Ugye nem mindenki kerül be, mert ugye maximális szint az 20, ezt nem fogják feljebb emelni. Nem mindenki van benne. Nem mindenki van benne. Hát ilyen Dorzer azt hiszem nincs benne kapásból, ugye neki van custom profilképe. Talán ő nincs benne. Szerintem azért, mert ő ugye újonnan kapta meg a profilt. Nem tudom. Ugye Owen sincsen benne, de ő azért, mert ugye nem játszik már a játékkal. De ja. Én meg hogyha egyszer valaha kapnék, se kerülnék bele, mert már nem lehet. Mondjuk kíváncsi leszek, hogy decemberben mit fognak mondani erre egyébként. Iszonyatosan remélem, hogy összejön. Tökre örülnék neki amúgy. Hát ja. Még azt nem tudom, hogy van-e lista erről, hogy kiknek van custom profilképünk, de nagyon sok embernek. Tehát akárcsak a top 1-eknél, ha látom egyébként, azt hiszem itt van valakinek a topposnál, vagy a nemzetközibe. Hiszem, vagy a harci mágusnál, azt hiszem. Itt nem nagyon látok. Hát én nem mindig topos játékosoknak van egyébként, de... De általában ők grindolnak hatalmasat. Elnézést, mit csinál az? Azt tudom, hogy itt top 50-ben itt van Dorzer például. Ugye őt, akit az előbb láttunk, ugye aki Cocinak ejtette Zsozét. De hogy itt is van pár embernek. Azt hiszem, itt Yaminak van egy... Ő amúgy, ez amúgy geci jól néz ki ez a portré, atya úristen. Ez kurva jól néz ki, olyan rohadt szép elfet csináltak neki, hogy hihetetlen. Azt mondom, hogy a saját magadról van mintázva. Most másnak itt nagyon nincs a topposoknál. Hát S6-os szerveren meg ugye senkinek nincsen. Tehát a magyar szervereken, tehát nyilván két magyarnak, vagy összesen négy magyarnak van ugye custom profilképe. Ugye kettő streamer, kettő segítő. Még kettő tartalomgyártó, kettő segítő. Aztán ennyi. Na hát itt nincsen senkinek. Na top 100-ig megnéztem. Ja. Mizuha leváltott 10 aranyért? Nem tudom, de szerintem nem vagy olyan hülye, hogy levást 10 aranyért egyébként a izét. A custom profilképedet. Szerintem. Kurva menő amúgy, én is kíváncsi lennék, hogyha nekem megcsinálnák, milyen lenne. Csak az picit nyalizni is kell egyébként, sajnos. Mert amúgy sok SF partner van, tudod, aki így játszik a játékot, meg kap ilyeneket, de hogy így annak is pár százaléka kapja meg ezeket, aztán így jó lenne. Kiderül decemberben, hogy mi lesz.
ráveszek egy picit őket, hogy na, léci, mert jó sok játékost rávettem a játékra. Tök csomó pénzt kaptatok a nézőim által a játékból, léci. Megyetek már, geci, köszi. Ja. Gyalizás, az megy, te pénzéhes köcsög. Kurva anyádat, te fasz. Így van. Pontosan. Ugye a pénzéhesség. Minél több pénz jön be. Folyik az ereimben a pénz, vágod? Amit tőled veszek el. Pontosan. Az igen. Amúgy ez elég bátor írás, nem tudom, hogy vagy vele. Én ezt amúgy így kikereteztetném. Ahelyett, hogy így, nem tudom, így, így kibannolnám, hogy oda szögelném, vágod? Meg rátetováltatnám a homlokodra. Meg a sajátomra is. Ez tök menő lenne. És akkor pont úgy lenne, hogy a fejem fölött látható ott a nappali falnál, hogy a nyalizás megy, te pénzéhes köcsög. És akkor ugye a nevet is megemlíteném, mert hát ez nyilvánosan történt. Ja. Ja, Dorci csak. Igen, ez is olyan, hogy most kérdéses még, mert ugye a Dorzát is követi egy alig 10 000-en, érted? Tehát akiknek ilyen profilképük van, azokat pár ezeren követik csak, ugye? Csak hát nagyobb befolyás, meg ugye toppos játékosok, akik tartalomgyártásból, ja. Megsértődnék, ha azt mondanám, hogy csak az SF miatt nézlek. Nem. Van, aki csak az SF-et nézi tőlem. De hát így most mit mondjak erre? De nem sértődnék meg, azt nézel tőlem, amit szeretnél. Tehát ezért vannak kategóriára bontva a streamek, hogyha látod, hogy SF ezek, akkor SF, tehát így... Ez teljesen korrekt szerintem. Legalább néz, persze! Most mit sértődjek meg ezen? Azon sem sértődök meg, hogy valaki azt mondta, hogy pénzélyes köcsög. Hát hallod, még ki is keretezném gyakorlatilag. Full konkrétan. Tehát rendesen kurva jól néz ki egyébként. Jól néznek ki a nappali egyébként. Igen, a nyalizást egyébként arra értettem, csak hogy itt tisztában legyenek az emberek vele, hogy meg kell győzni a készítőket, hogy te igenis nem megérdemled, mert azért ez túlzás, hogy igenis alkalmas vagy erre, mert nyilván azt kérik, hogy játsszál sokáig, meg hogy nyilván a mit akarok mondani? Tehát játssz sokat a játékkal, meg gyakorlatilag így a nézőidet. Nem is azt mondom, hogy vedd rá a játékra, csak hogy megkedveljék általad a játékot, mert hogyha rávennélek titeket a játékra, akkor 5 percenként mondanám, hogy SFZ. De nyilván nem mondok ilyeneket. Nem dobja be amúgy, tehát nem nagyon vagyok szerencsés, az a baj. Ebből a szempontból. De legalább megvan a világjáró. Hát én izétől kértem először az SF partnerség kérelmet, ugye a Polterától. Neki is van ugye a custom profilképe. Azt hiszem világranglistán is fenn van amúgy. Nincs fent? Hol van Tera bácsi? Várjál csak. Harci mágusként elvileg fenn kell, hogy legyen. Csak nem változtatta meg. Nem. 2.38. Ott van Pol... Ja! Háborgó. What? Akkor nem harci mágos. Szerintem Polterától kértem először egyébként, de hogy így... Nem lett belőle semmi, azt mondta, hogy írjak rájuk Instán, azt nem lett belőle semmi végül. De, ja. De ugye neki kék haja van, aztán ki így van megcsinálva egy elfnek. Mondjuk ő is custom port, és ezt életemben nem hallottam róla. Ferblan. Lady, ja. Nem tudom, ez a világranglista, ez hogy működik, amúgy tökre megnézném, hogy néz ki ez a világranglista amúgy. Hogy így, hogy játszanak egyáltalán, hogy nekik ez hogy nyitódik meg? Mert ugye én nem tudok vele mit csinálni, gondolom akkor oldódik fel ez a profilnézet, hogyha top 1 vagyok valamelyik szerveren. Nem tudom. Ja, de külön van a Poltára név amúgy. Tehát így, nem tudom. Mert ugye én még nem láttam ilyen nézetet sajnos.
De majd egyszer, ha elírom a top 1-et S6-on, akkor majd nyomjuk. Nincs mese cél a top 1, amúgy kurvára adnám. Ott volt pakacsú. Ja, mert úgy van, hogy minden szerveren a top 1 bekerül ide. Tehát így. Ugye csak azok, akik így a top listán, az adott szerveren top 1, aha. S6-on hanyadik vagyok? 430-adik. 430-adik. Hát egy top 200-at jó lenne elérni, csak ugye az baj, hogy ott már felül 400-500-asok vannak. Tehát mondjuk csak hány 500-as van itt? 4 darab összesen. Szóval még behozni be lehet, csak ez még megint egy olyan fél év vagy egy év, mire meg lenne. Amúgy. Szerintem ugyanígy látják, háttérbe futnak le a harcok. De te megküzdesz a másik ellen. Mármint, hogy te literálisan kiválasztod, hogy ki ellen küzdjél meg, de akkor így, ezt hogy? De várj, nem olyan, ami egyébként izé, állarccal? Szerintem de. Magyar szerver harmada, az kb. Nem is magyar. Hát vannak egyesek, akik átmennek kisebb szerverekre, mert ugye azt szokták azt csinálni, csak mondom egyébként, hogy vannak egyes országok, ahol hát az ország bevétele nem biztosítja azt, hogy te amúgy kurva sok pénzt bele tudj előlni számítógépes játékba. Ugye ilyen a magyar szerver is. És hát ugye a pay-to-win-ek azok szívesebben átmennek külföldi szerverekre azért, hogy több esélye legyen ugye pay-to-win-ként. Nem választod ki sorba, küzd szinte mindenki ellen, automatikusan futnak le, és így alakul ki a sorrend. Ja. Aha, itt került újabb ember a top 3-ba amúgy. Mert a Bad News-ron ugye mind a két karakterével ugye a top 1, top 2 volt, feljött Strider top 1-re. Most meg van itt egy másik felderítő egyébként. Atya úristen. Neutrál? Várjál. Neutrál. Ez ilyen kis standard amúgy. Az előzőnek is ilyen kékes kinézete volt, az is ilyen kicsi standard volt amúgy. Szerintem. Ré! Na jó, ez szívás. Nem adta be a tükördarabot ma se, aztán mennyit szenvedtem most az SF-fel amúgy. De amúgy jó nézni ezeket a csatákat, meg hát, hogyha kifogsz egy custom profil képeset. 7games.sfgame.de. Mi? Miben másabb a 7games szerver, mint az összes többi? Vagy az így miben másabb? Mi a fele? Ez kicsit fura. Itt is van például RTL 2 szerver. Ne kérdezd. De van RTL világ, az is van. Milyen fura szerverek vannak még. s1.sfgame.com.pt. Elnézést. Ezt gondolom portugál. Vagy nem tudom. Ez miért lehet, ez simán PT. Ja, torz ott van S1-nek. Kicsit kapta. Japán szerver. Az igen. Ugye magyarok is vannak itt nyilván. s6.sfgame.web.tr. Hát jó, aki kapott. Na várjál. Itt is com.pt, web.tr, com.pt. Mini juegos.sfgame.espanyole. Gamona sfgame. Mik ezek a szerverek? Ja, fasz.
De fura. Az RTL szerver, az igen. 123 playagames sfgame.gr. Wow. Ja. És hát a legutcsó a V44-es amúgy evidens módon. Meg majd pénteken amúgy a V45-ösnek a top 1-je is itt lesz amúgy. Ja, a csürgefogó nálunk a top 1. Mondjuk pont rossz karakterrel vagyok belépve, de ja. Akik világlistában vannak, azok partnerek, dehogy nem. Nem partnerek. A világlistában azok az emberek vannak, akik az adott szerveren a top 1-ek. Például nálunk ugye S6-on csirkefogó a top 1, az benne van a világlistában, mert top 1 a szerveren. Amúgy igen, ezt amúgy jó lenne, ha megcsinálnák, mert amúgy legalább látnád, hogy milyen amúgy a statolása, milyen kövei vannak, azt nem be kell lépni egy másik szerverre azért, hogy rá tudj nézni a top 1-re. Ezt nem tudom, miért nincs megcsinálva. Lehet azért, mert folyamat változik a top 1 talán, és így mondjuk akkor is meg lehet csinálni. Nem tudom. Fura. Itt van DH amúgy. Hát mondjuk Mage ellen fölösleges. Ja, nem akarok, én például nem akarok V45-öt csinálni, nekem elég az a három karakter. Még így is full casual-ba tolom a játékot. Én nem hagytam volna egyébként ott egy évet megint, akkor most így lehet picit jobban haladnék. De hát most alapból nem tudok mit csinálni például a nagy karakterrel. Kazamaták kurva nehezek. Csinálom, ahogy tudom amúgy, de... Nem tudom. A V45 az pénteken jön. Nem sok mindent tudok amúgy kazamatába csinálni. Meg így az árnyvilágban se nagyon. Pedig amúgy minden segítőmben egyébként full új cucc van. Fullos kövekkel majdnem. És így nem nagyon tudok haladni sajnos. Ez csak szerencse alapon van meg amúgy, tehát ez annyira... Nem tudom. Ez csak szerencse alapon lehet meg amúgy. Nem, ezt a hármat fogom csak csinálni, mert így is így streamelés mellett például nem tudok négy karaktert csinálni. Így is azt akartam egyébként, hogy... Így is azt akartam csinálni alapból, hogy ugye törlöm a harci mágusomat. Várj, az meg lehet. Ne basz már fel. Na jó. Tehát, hogy alapból a harci mágusomat, ami most 230-as azt hiszem, vagy 232-es, ezt törölni akartam, hogy ne foglalkozzak három karakterrel. De hát nem tudtam mit csinálni. Meh. Áú. Hát 129 milliót nem nagyon fogok levenni, az a baj. Még így is tök szépeket ütöttem rá. Hát ha az sem mindegy, hogy levesz a 90 milláig, mert tök mindegy, hogy nem mindegy, hogy mikor kritelek. Ez a legszomorúbb az egészben, látod? A 150 millába meghagyja, ott az még meg lehet. Ha nem kritelen rávezek, Istenem. Ó, az meg lesz, léci, könyörgöm, ne kritelj, léci, tedd! Bazd meg! Ez egy akkora fos amúgy. Ez egy akkora egy fos. Geci 138-ról 51 millára. 51 kibaszott millióra. Jó, az még meg lehet. Ha nem kritelne rám. Édes Istenem, ne kritelj már, te köcsög. Na jó. Hát buzogányos buci, eléggé nem szeret engem, az a baj. De hát a 119 milláról levettem 40 millára. Esélytelen. Sokat kell kitérni a felderítőnek, de hát...
és 2 millát adott összesen, tehát így... 100 milla. Menj már! Na jó. Sikerül? 5 millió! 5 kicseszett millió! Mit csinálsz az ellen amúgy? Már nem azért. De ilyenkor tudok amúgy 60 milliót levenni amúgy. Mindig a feldrítőn múlik amúgy. 20 millió. 5 millió. 4 millió. Na jó. Ja, azt akarom, hogy ki legyen skippelve amúgy a... Na jó, háromszor hogy megpróbálom. Igen. 80 millió az jó lett volna. Ó, Istenem. Getsz. Na jó van, ucsó. Feladom, feladom. Ennyi értelme volt ez egész kazamatázásnak egyébként. Áó. Na jó van, ez egy kibaszott nagy szenvedés volt sajnos. Állandóan belépési hibát jelez egyébként nekem egyébként a fő karakterre. Semmelyik másnál nem, csak itt. Nem tudom miért csinálja ezt állandóan. Szevasz Juhán. DC-re küldtem pár egyedi skint. Na lássuk. Na lássuk, lássuk. Na várjál. De ez Google-ről szedett, mert szerintem ezek azok, de nem biztos. Kuvert. Ez mondjuk egész jól néz ki. Jó, ez mondjuk nagyon, ez nagyon találó egyébként. Ez iszonyatosan találó egyébként ez a karakter kinézet. Ez tetszik. Fogjuk rá. Őt még nem láttam. De neki hasonló egyébként, mint a másik csávónak, akit nézni szoktam. Aha, őt láttam, ő a következő ellenfelem. Jól néz ki. Ugye ez úgy van csinálva, egyébként ez az eddig legötletesebb. Ez az egyik legötletesebb skin egyébként. Annyi, hogy... Mit akarok mondani? Ugye azt tudni kell, hogy ezeket a skineket úgy csinálják, hogy ugye van az ember, az elf, a törp, a gnóm, a démon, a goblin, a sötét elf és az ork, és akkor ezt szerint rajzolnak meg. Mert én például ténylegesen elf karakterem van ugye mind a három, és akkor azt figyelembe veszik, hogy ugye melyik alapján rajzolnak meg téged. Vannak ilyen ördögök, meg ilyenek. Ez jól néz ki. Hogy ő is elf, és akkor úgy lett ez megrajzolva. Ő már volt. Ő is volt. Van egy kettő, ami egyébként ugyanaz. Ungénak már vagy 5 verziót rajzoltak egyébként. Ez is tök jól néz ki. Mi őt néztük, világranglistán. Hát ő ilyen, hát hogy mondjam? Te egy ázsiai informatikus. Szemüveg nélkül ez még lehetnék én is egyébként. Na ez mi jól néz ki. Ez mi amúgy. Ugye ez Kamika karaktere, vagy portréja. Zsozénak a segítője. Tehát ő Zsozénak a helpere. Ez is zseniális, ezek nagy fülek amúgy. Most csak sima ork. Ugye ő Gandhi, ugye Owennek a volt segítője, mert Owen már nem játszik amúgy. Ugye Unge,
Neki van vagy 6 különböző kinézete egyébként, tehát van ilyen karácsonyos, van ilyen rage-es, van ilyen ördögös, meg van mindenféle amúgy. Ez is egész jó amúgy. Mert ugye ez úgy volt, például Fetinek úgy volt, azt emlékszem, mert láttam egy videóját, hogy 4 vagy 3 különböző portré közül választhatott, és amikor megcsinálják ezt a custom portrét, akkor az elején még fehér kinézete van teljesen a profilodnak, hogy kiválaszd, hogy neked melyik kell, és onnantól kezdve azt te megkapod. Ilyen volt a Nogol aranykeret? Elég fura. Az is tök jó amúgy. Késznek, kész profilja a legjobb. Várj, azt elhagytam? Nem tudom, hogy azt elhagytam-e vagy sem. Azt szerintem nem hagytam el. Csak itt vannak közben spamelve a képek. Á, nem. Várj, melyik volt az utcsó? Aha! Ah, ezek nagyon basic-ek amúgy, Jézusom! Ezek nagyon basic-ek. Ezek kicsit olyan basic kinézetek amúgy. De van még egyébként, volt egy női játékos is. Az egyik tartalomgyártónak a párja, azt hiszem. Ő is meg lett rajzolva egyébként. Az is baromi szépen nézett ki. Ilyen kapuszni is piros vigyorral? Azt nem vágom. Mindjárt ránézek amúgy. Várjál csak. 11. a youtuber kazamatába? Fú, meg nem mondom neked, mert most így nem találok erről semmi olyat. Várjál csak, szerintem de fogok találni. Me. Ja, van youtuber kazamata, aha. Gondolj bele, Lau meg lenne rajzolva. De össze engem rajzoljanak már meg, haló. Örülnék annak is, de faszom. Én is örülnék egy custom portrénak már azért. Az csak egy szint volt összesen. Me. Amúgy ebből szerintem nem lesz ma MC, mert ne haragudjatok, de most majdnem 5 órája megy a stream, aztán már 7 óra lassan. Aztán mire még MC-zek egy 4-5 órát, aztán már éjfélig menne. Akkor már lehet, hogy a holnapi lapot meg csak MC-re szállnom, és akkor előre már tudom, hogy mit szeretnék játszani. Ne haragudjatok, de akkor lehet, hogy csak így lesz, és akkor a holnapi nap többet szállnok az MC-re, mert most nagyon sok elment a beszélgetésre, ugye? Elment vagy 2-3 óra csak a beszélgetésre. Aztán most meg így SF nagyon sokat elment. Aztán így majd legközelebb, ugye holnapi nap. Ha nem bánjátok. És akkor majd holnapi nap többet MC-zek, és akkor már előre tudom, hogy mit csinálok Minecraftba. Mert akarok majd építeni. Csak így a mai nap még nem készültem fel, hogy mit akarok építeni. Ez holnapra sokkal jobb lenne szerintem. Nem tudjuk, mert Zoltán nincs meg 50-es amúgy. De mondtam Zoltának, hogy átadhatod amúgy a C vezetés, és akkor legalább el tudjuk indítani. Amúgy. Na mindegy, remélem amúgy, hogy meg lesz. Bár amikor én nem vagyok egy top 1 játékos, meg ilyenek, aztán nem sok esély van rá, hogy egy ideig meg lesz a világranglista, ugye? Mert ugye általában azok szoktak így pompázni, akiknek megvan ez. Nem tudom. Ez lenne az? Na ez! Anyád! Azért az nagyot megy. Na jó, ez tényleg geci menő, Jézusom.
Tudom, hogy nem szeretnék a CS dolgokkal foglalkozni, de hát mit csináljuk, hogyha nem tudunk benni egyszerűen izé? Tehát, hogy... Most nyilván, hogyha nem tudunk CS kazamat átmenni, akkor most nyilván valahogy el kell indítani. Zsozénak muti. Zsozé az ilyen kis basic ember kinézet. Várjál. Azt hamarabb megtalálom, mint az összes többit egyébként. Zsozé az ott van. Most nem nézek Zsozé videót. Várjál. Zsozé képe az ott van. Hát hasonlít egyébként. Ám azért. Geci jól néz ki egyébként. Kurva jó. Ja, Isten. Ja, meg azt tudni kell, hogy ha csatázol meg ilyenek, akkor fordítva fogja mutatni a karakteredet. Kis Dumbo. Kurva jó. Ugye fordítva mutatja a profilt a támadásoknál. Ilyen geci jól néz már ki. Azért mutatja fordítva, mert ugye a másik oldalt szerepelsz. Tehát nekem is arra néz a karakter, hogyha támadok valakit, akkor meg hirtelen a másik oldalra, mert hogy egymással szemben néznek, ugye a karakterek miközben harcolnak. Ugye ez azért van, hogy ne háttal támad már, érted? És akkor így fogja magát, másik oldalra fordul, és akkor másik oldalt majd akkor, amikor küzdés van, ugye? Aztán ennyi. Alapból. Persze. Lehet, hogy valakit kenterbe tudsz verni egyébként, kézzel is meg tudod verni, de az még nem azt jelenti, hogy még háttal verd, érted? Elvernek a faszomban, rá se nézek, tehát így. Még az olyan, mintha légfaszverést csináltam volna háttal, de mindegy. Mert a portja előléptettelek? Atya, úr, Isten! Ó, van ilyen minimális szint, hogy meg tudok hívni embereket. Azonos nyelv szükséges a C-hez való csatlakozáshoz. Nemzetközi céhek, földgömb. Elnézést, mi? Most ez így mi? De van ilyen, hogy tudsz meghívni embereket, ugye? Vagy minimális szinten tudsz csatlakozni, meg ilyen hülyeségek. Na menjen a portja! Már írok egy CS levelet gyorsan. Ha meg lesz az 50, nem visszaadom neked. Tökéletes. Na, ott is a C-levél, köszönöm. 50 per 50 van? Hogy mi? Az nem tudták követelményt megadni? Ja, lehet amúgy. Sőt, biztos. Hát a hajnali 4:39-ig bárki tud jelentkezni erre a portjára. Sok sikert előre is. Kösz! Nem tudom, nagyon nem szeretné, ha bedobni ebbe a karakterbe, amúgy én nem értem miért. Mert ugye oké, hogy a Steam hozzá van adva, vagy nem tudom, de hogy bazd meg, belépési hiba folyamat a Steam-esnél. Hihetetlen. Na jó van, emberkék, én akkor már nem streamelek tovább, ha nem bánjátok, nekem ez a 4,5 óra bőven elég volt. Aztán max, hogyha holnap MC-zek, akkor legalább kitalálom előre, hogy mit akarok csinálni. És akkor ez kicsit jobban fog kijönni szerintem. Szóval ne haragudjatok, hogy ma nem volt Minecraft, akkor majd a holnapi nap csinálom. Most így beszélgetéssel nagyon elment, meg ilyen kis kattintgatós volt ez a... Kicsit chillesebb volt ez a mai nap, jó? Tehát így most... Az majd még vár rám egy vacsora készítés, aztán még a holnapi nap még nem tudom mikor kelek. Ez nyilván majd a futár hív, majd attól függ. Aztán igazából ennyi. Ha nem bánjátok. Ja. Ez egy kis laza hétfőnek tökéletes volt igazából, tehát így nem is gondoltam túl ezt a mai napot. Nagyon nem is terveztem semmit egyébként, nyilván ugyanezek a kis átlagos dolgok, ugye az SF, MC meg ilyenek, de most az SF kivétel, vagy az MC kivételében most minden jól jött. Én kurva jól éreztem magamat. Kis családias hangulat volt a mai nap, meg nem volt ez a túlbozgó hangulat, tehát szerintem kurva jól ment minden. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.